Úgyhogy nagyon fiatalon kezdtem el menedzselni, és ebben gyakorlatom van. Nem tanultam a menedzselést. Tudom, meg sokan tudjuk, hogy az életedben rengeteg fordulópont történt, rengeteg fantasztikus esemény. Hogyha tovább megyünk, akkor megjelent 2 könyved, ugye egy regény stílusú könyv, illetve egy verses kötet. Ez nagyon nagy siker volt, mert ez több mint 5000 példányban megvásárolták. Milyen érzés volt ezt megírni a könyvet, és milyenek voltak a visszajelzések az emberek, a közönség számára? Igen, a 80-as években írtam egy könyvet, pozitív gondolkodás témakörben, és egy kis verses füzetet. A könyv írásánál abszolút az én gondolkodásmódomat próbáltam tükrözni. Tehát ahogy én gondolkodom, ahogy én ezt próbáltam a könyvben érzékeltetni, és tanácsokat adni, rejtett módon, hiszen az emberek nem mindig szeretik, hogyha tanácsokat adnak nekik, nem mindig fogadják el a tanácsot, hiszen mindenkinek van önérzete, és az önérzet, akiben egy kicsit erősebben működik, az nem engedi, hogy egy másik ember irányítsa. Természetesen ezt a könyvet is nagyon, nagyon finoman próbáltam a tanácsaimat leírni, szimpatikus írásmódban, nagyon emberközeli írásmódban, közérthetően. És én azt gondolom, hogy mivel 5000 példányban jelent meg, és 2 hónap alatt elfogyott, és megvásárolták. Azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hiszen azt követően nagyon sok visszajelzést kaptam, újságokban jelentem meg, interjút készítettek vele, nagyon sok ember megkeresett, próbált utolérni és tanácsot kérni. Nagyon jó érzés volt, de én nem tartom magam egy tanácsadónak, nem tartom magam egy mindentudó nőnek, hiszen nagyon kevés a tudásom ahhoz, hogy én mások életét befolyásoljam, de azt biztosan tudom, hogy a szeretettel, a kedvességgel, a nyitott őszinteséggel nagyon sok ember szívét meg lehet érinteni. Ez így van. És én mindig erre. Értem. Ez is egy csodálatos pálya. Tehát, hogyha végignézem a pályafutásodat, és végignézem a szakmai ügyének rajzodat, akkor folyamatosan rengeteg sikert áll. És akkor most újra elérkeztünk egy szakmához, idézőjelben, ugye a közös munkánkhoz, ahol ugye zenei producerként tevékenykedtél az utóbbi lemezemen, és én megmondom őszintén, nagyon boldog álltad, és nekem nagyon fantasztikus dolog volt, és örömembe szolgált, hogy te voltál a zenei producer, te intézted a zenét, és fantasztikus volt, tehát hogy profi munkát végeztél, és tele volt szeretettel, tele volt mindenem, tehát olyan munka volt, amilyennek kell lenni, attól függetlenül, hogy azt mondod, hogy ezt csak hobbi szinten műveled, és nem szakmádnak tartod. Fantasztikus volt, úgy a zenekar összeállítás, úgy a hangzás összegségében fantasztikus munkát kaptunk. Kérlek szépen erről beszél, hogy te hogy élted meg ezt. Mert nekem csodálatos. Hát nekem is nagyon csodálatos volt veled dolgozni. Én nagyon szeretem a tehetséges fiatalokat. Az ambiciózus fiatalokat, a törekvő fiatalokat, akiknek van elképzelésük a jövőt tekintve, és nem csak a mának élnek. Én nem csak hogy szeretem, hanem tisztelem is bennük ezt a gondolkodást, és igen, kedvelek és tisztellek is ezért,
mert tudom, hogy művész szeretnél lenni. És amikor te engem felkértél, akkor én boldogan vállaltam el ezt a munkát, és teljes szívvel, lélekkel dolgoztam a háttérben azért, hogy te minél sikeresebb legyél, Magyarországon téged minél több ember ismerjen meg, fogadják el a művészvilágban azt, hogy a magyar nóta, a cigányzene, a tradicionális cigányzene nem hallhat ki.